A nyugalom völgye. Így nevezik a Csákányházán található Bázsánpusztát, ahol a Tóth család már egy évtizede üzemelteti vállalkozását. A gazdaság minden feladatát a családtagok végzik a 107 hektáros területen. Tejjel, tojással, hússal látják el a környékbeli családokat, éttermeket és közintézményeket. Nyaranta lovastábort is szerveznek a tanyán. Picit többet! A táborban az alapiskolás gyerekek megtanulják a lóápolás, a nyergelés, a lovakkal való bánásmód alapjait. A szervező fő célja az volt, hogy kimozdítsa a városi gyerekeket és megismertesse velük a gazdaságot. Nagyon szép számban összejöttünk, hogy már 3 éve itt vagyunk, és ugye ez egy lovas tábor, szóval délelőtt, délután lovagolunk, van fürdés, mindenféle farmos attrakció, tojást szednek, vagy tisztítsak a tyúkokat. A megemelkedett árak miatt idén kevesebb szülő engedhette meg, hogy gyermekét elhozza a táborba. Lilla vágya minél több gyermekkel megszeretetni a tanyasi életet, és megtanítani nekik, hogyan kell az állatokkal bánni. Brigitta egészen picikora óta lovagol, a táborban rendszeresen segédoktató. Látszódik pár gyermeken, akik eddig nem nagyon voltak állatok közelébe, hogy első pár napban tartanak, de aztán folyamatosan bátrabbak és egyre jobban dolgoznak az állatok körül, meg baráti kapcsolatokat alakítanak ki. És általában vissza is járnak pár gyerekünk minden évben a táborba. Az oktatók napról napra látják a fejlődést, a gyerekek egyre ügyesebbek, és a tábor végére pedig mindenki megtanul lovagolni. Új barátnőket is találtam itt, és legjobban a lovak tetszenek, mondja ez a táboroz. Itt nekem nagyon tetszenek a nyuszik, meg a pacik. Lilla szeptembertől a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen folytatja tanulmányait, és már tagja a szlovákiai fiatal gazdák szervezetének is. Miután elvégeztem az egyetemet, szeretnék visszatérni ide haza a farmra, és azt szeretném venni aputól a farmot is folytatni, ugyanúgy, mint apa, egy igazi farmos nő szeretnék lenni, aki itt fogja végezni a dolgokat. Mindegy, hogy széna, vagy szalma, vagy traktor, vagy sar, akkor is küzdeni fogunk és farmoskodni. Lilla szerint a mai fiataloknak nagyon nehéz egy gazdaságban elhelyezkedniük, ha nincs megfelelő anyagi háttér vagy támogató családi közeg. Az a baj, hogy a mi államunk nem segít a fiataloknak, és ezért a fiatalok nem tudnak elindulni, nincs pénzük, hogy megvegyenek maguknak valami esetleg istallót vagy állatokat, és ezért nagyon nehezen indulni. Aki elindul, az úgy indul el, hogy vesz magának egy tehenet, és otthon van neki, és ezután esetleg, ha valaki majd segít neki a környékbeliekből, akkor lesz belőle rendes farmerember. Nagyon kevés fiatal képzeli el a jövőjét egy ilyen tanyán, de Lilla bízik benne, hogy egyre népszerűbb lesz, és egyre többen kapnak majd kedvet a vidéki gazdálkodó élethez.